Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő videó, ami nem lesz más, mint a 7 Days to Die. Túlélő naplója, második évad első rész. Nem nagyon szeretném szaporítani a szót, de egy-két dolgot szeretnék elmondani. Gyakorlatilag ugye ez a második évad ebből a játékból. Az első évad talán 2 évvel ezelőtt kezdődött, és többen mondtátok, hogy gyakorlatilag ez a játék teljesen megváltozott, olyan, mint hogy egy teljesen más játékkal játszanék. Mindenféle szempontból más, például grafikai szempontból, fejlődési rendszer szempontból, teljesen új itemek vannak a játékba, és úgy gondoltam, hogy akkor vágjunk bele a lecsóba. Annyit akartam még elmondani, hogy teljesen random generált mapon kezdtem a játékot, teljesen alapbeállításokkal, szóval nem változtattam semmit. Ide rakott le egyébként egy ilyen falunak a tövébe, falunak a határába. Ott van jobb oldalt például egy akasztófa, hát így nagyon stílszerű, jó kezdődik igazából Keepernek a játéka. Az új sorozaton kapásból fel is akaszthatom magam, aztán akkor nem lesz gond a zombikkal, ugye? Na, aki nem ismeri a játékot, annyit elmondanék, hogy teljesen posztapokaliptikus környezetben játszódó túlélő játék, rettenetesen összetett és mondhatni bonyolult, és tényleg szuper jó játék. Gyakorlatilag valamilyen szinten egy zombi apokaliptikus játék is, meg ráadásul egy nukleáris apokaliptikus játék is, mert vannak olyan helyek a játékban, ahol gyakorlatilag érezhető, hogy oda bedobtak valószínűleg egy atomot. Lehet, hogy pont a zombi invázió megfékezése véget. Szóval, háttértörténet ennyi. És akkor innen mi vagyunk a túlélők, akik gyakorlatilag próbálunk érvényesülni ebben a világban. Jó. Oké, 7 óra 30 van ugye, gyakorlatilag az éjszakára már valamilyen szinte be kell húzódni egy olyan helyre, ahol túl fogunk élni. Annyi, hogy a falut próbálom kerülni, mert tele van zombival, ugye lakott területeket próbálja meg az ember kerülni, és próbálja meg éjszakára bevackolni magát valahova. Még egy dolog, néztem egy dokumentumfilmet ma délután a YouTube-on, fent van egyébként, valószínűleg még meg tudjátok nézni, bunkerekről szól. Többek között amiatt kezdtem el érdeklődni a játék iránt újabban, mert szeretnék egy olyan atombiztos, szuper jó bunkert csinálni, hogy hihetetlen, és leginkább nem ilyen otthonos jellegű bunkert szeretnék, hanem ilyen nagyon high-tech jellegű bunkert szeretnék. Hát igazából ez a jövő zenéje, egyelőre próbáljuk meg túlélni ezt a napot, meg ezt az éjszakát. Yes! Oké, Ária, fölálltam egy autó tetejére. Lutoljunk, de igazából nem ezt kellene először csinálni, mert olyan dolgokat fogok valószínűleg lutolni, amire marhára szükségem nem lesz. Meg igazából azt sem tudom, hogy az mi volt. Itt meg itt van egy vaddisznó, eddig nem volt vaddisznó játékban. Maure! Gyerekek, na! Írja egyébként, hogy mit kéne csinálni ugye a jobb felső sorokban, amivel egy kicsit talán előrebb jutottam azt a dolgot. Ja, egyébként itt néztem, itt van egy falu, és arra ott egy benzinkút-szerű dolog, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy lehet, hogy arra fogok orientálódni, többek között amiatt is, mert én mindig szerettem, nem tudom mennyire hangos a játék, úgyhogy most visszaveszem, mert nem akarom elcseszni emiatt a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy majd akkor kicsit... De most ez vett vissza? Ja, aplizni kell róla, ugye, vagy apliztam, de... Na, nem akarom amiatt... És a kaktuszok, Keeper ellensége, örök ellensége, Keepernek a kaktusz bárbár eléptett egybe. Aloe vera, azt hiszem abból lehet csinálni valami krémet. De egyébként azt mondták, hogy teljesen full más egyébként a játék, úgyhogy nem olyan egyszerű. Fejlődési rendszer rettenetesen bonyolult, nem csak úgy van, hogy egyből építhetünk mindent, hanem különböző dolgokat el kell érni vele. Úgyhogy igen, ne a craftolnom kell egy bedrollt, azt mondja, azt gyorsan lecraftoljuk, hol a craft? Duplaria le is craftolja, jó. És akkor arra szeretnék orientálódni, arra a hegyvidék fele, ilyen főleg ilyen bunkerek, ugye ilyen hegybe beásott dolgok szoktak lenni általában a valóságban is. Például abban a dokumentumfilmben is arról szóltak a dolgok, hogy jaj, ne fasz! Ajaj. Ne, már megint, már egyből zombi hallod, ne szérek az hírak hozzá, várja. Ezt lerakom ide, és akkor lerakom ezt, mert ugye ezt akkor... Várjatok, ezt kell karja csináltatni. Egyébként nem tudom, mi ez a keret? Itt a izé bedrúl környékén, amit én itt... De most mi bazd? Na várja. Jó, oké. Igazából most kellene... Mit kellene? Menekülni, nem igaz? Igen, kellene craft... Kellene 2 kicsi kő, és akkor tudnék craftolni egy izét. Egy ilyen fej... Bunkos botot, amivel ezt le tud verni, mert nem örülök neki, hogy itt szórakozik velem. Ez mi? Mi a szar az? Életemben nem láttam ilyet. Aj, more, már egy csomó zombi van. De most ez természetes, hogy már egy csomó zombi van? Vagy én vagyok az hülye, hogy itt futkozok össze-vissza? Azt akartam mondani, hogy... Ja.
Amúgy a játék éreztetően barha jól néz ki, teljesen más a stílus. Kicsit ilyen, ja, egyébként tök jó el lehet menekülni a zombik elől, azt néztem. Mi az a kabátikor ott bal oldalt, nem tudom elképzelni. Valami csoda. De rengeteg a zombi, hogy, az, hogy a rákba? Egyébként tök defaultól hagytam mindent, úgyhogy ilyen alapbeállításokon ilyen szemét az játék, hogy kapásból egy zombit rak le, úgyhogy de nem kell meglepődni. Hát jó, én gyűjtögetek itt alapban minden szart, hát nem tudom mennyire kellenek ezek a dolgok, egyébként tök jó a fókusz dolog is, nézzétek, ha ránézek erre a lyukára, távolabbi dolgok, vagyis ilyen homályosodnak, hát jó van. Igen, egy hangerőt egyébként nem ártana feljebb nyomnom magamnak, mert nem hallom meg a zombikat, meg amit tudom én miket, amik támadásban rendülnek. Na itt egy kicsi kő, meg tudom csinálni azt a retket, ami kell nekem. Ja, itt a hegyekbe gondoltam, az mi az medve, vagy mi az rák az? Itt a hegyekbe gondoltam, hogy nekem itt ez jó lenne letelepednem, hát remélem, hogy igen. Valami, mit kell? Craft fiber pants, mit kell? Ja, gatyát kell craftolnom, jó. És egy sörtöt. Jó. Elvileg kaftolja ez erre, és akkor a bunkós botomat tudom alkalmazni, mint fegyút. Úgy egyes szintű kemény fegyver, jó. Vagyis nem is fegy, ott meg egy madár. Madár is van a játékban, újabban, hál' Isten. Nehogy örüljünk. Várjatok, szerintem... követ bányászt, ez kő. Azt hittem medve more. Nem tudom mennyire hangos, úgyhogy so sorry, ha hangos. Ja, fel kellene venni, várjatok more, mert itten. Mivel kell? Próbálok a gyors billentyűket használni, nem az egeret. Valószínűleg a gyors billentyű az azért van, hogy gyors. Ja. Madár! Amint látom, kapok mindenért XP-t, meg madarakat. Kő az mindig jó, gyerekek. Az mi az a csikott jobb oldaltól? Szintet tudok lépni? Nem már. Van a játékban level? Várj, el tudok bújni. Figyeld. Nyomok egy kontrollt, lopakodás. Nem tudom tényleg, jó, ezért kéne bunkort kéne craftolnom. Kellene fa. És akkor fából kellene craftolnom botot. Vagy bunkot. Megcsinálom gyerekek, mert ezt nagyon akarja. Hát ott van egy zombi megint csak. Meg itt van egy csomó kő. Szeregetek mind az állat egyébként 9 óra van, nem tudom mikor kezdenek futni a zombik. Ugye az újabb nézőknek mondanám, hogy ugye futni fognak a zombik mind az állat. Várjál. Ez majdnem rám futott. Egy kicsit hülyeségek vannak leragva oda oldalra. És álltál Sanyi, várjál. Ilyenkor még nem döglik meg. Gyerekek, jól néz ki. Leszóltál? Hát ez rendesen koppant a feje, gyerekek, beszarsz. Jó. És egyébként azt hiszem, hogy érdemes szétverni, lehet csontot kinyerni, ilyesmi van. Ezek nagyon idegesítenek. Várja, ami nem kellene nekem ide. Fuck you, nem kell, fuck you. Lehet, hogy csontot tudnék kinyerni, de most igazából nem ezek kéne tökölni, mert lehet, hogy most annyira nem érdekel a csont. Na! Ott is vannak, onnan jöttem, ott van egy benzinkútszerű. Képzeld, ez a hülye, ez rám fog repülni, figyeld meg. Nem vagyok boldog ezektől a kakaduktól. Úgyhogy minél hamarabb inkább azt kellene megoldanom, hogy gyorsan én telep. Várjál, mit kell? Tollat kell gyűjtenem, ugye? Azt írja. Tollat kell gyűjtenem. A toll az meg valószínűleg... Toll az valószínűleg... Várjatok, én googolok, more. Ne googoljunk. Ugye a tollat izéből lehet, fészekből lehet gyűjteni. Nem tudom mennyire hallattok jól, remélem, hogy nem cseszem el a hangot, mert egész jónak ígérkezik ez a kezdés, nagyon bejövős. Aj, ez nagyon jó, ilyen izé, ilyen... Ah, megvan a toll, és akkor kaftoljunk izét. Oké, és akkor kaftoljunk ilyet is. Hányat lehet? Várjatok, azt meg kell dolgozni. Így. Jó. Oké. Ja, ilyen helyre kéne befúrnom ma, nagyon élném egyébként. Az a tipikus ilyen bunkerek beszoktak. Mert mit kell? Frame blokkot kellene craftolni, azt írja. Ott egy ház. Ott az, lehet, hogy nem benzinkút, hanem valamilyen épület. Gyerekek, nekem ez a környék, ez bejön, hogy itt egy ilyen kis ízés, tudod. Már itt menekülni, azt marhára nem fogsz. Fölvegyek tetejére, megnézem, mi a szituáció.
Körülnézzük, hogy mit lehet, mi a helyzet. Jaj, ki ne törd a lábad, kipör, mert attól kapnak őrületet a nézőink. Na ez, gyerekek, ez a fal, ez a szakadék itt, és ebbe a sziklába belefúrva, ez, én ilyenről álmodtam, gyerekek, hát ez nem, valaki megcsinálta nekem ezt, le kell mennem, és ilyet akarok. De most én nem fogok foglalkozni a küldetéssel, mert engem nem az érdekel, itt a madár az annyira idegesít, mert engem nem az idege, nem érdekel a küldi, hanem az érdekel, hogy minél hamarabb legyen egy olyan helyem, ahol tudok elrejtőzni a izéjáról. És itt ez a fal, gyerekek. Valami zombi. Aha, várjál. Várjál, more. Mindjárt megütlek. Nem tudom, mi van. Várjál. Fél. Aj, ma... Nem már. Ennek mi volt ez a hosszú kezű? Ja, egy kicsit izé... Hosszabb, messzebb lehet ütni, úgyhogy... Figyelnem kell. Jó, meghaltál, mi? Jó, nem olyan veszélyesek egyelőre meg a zombik. Lehet, hogy ugye van... Van, ezek is szintet lépnek, ilyesmi. Ja, itt ezt néztem, gyerekek, erre nézzé, oda nézzé. Ez a hegy, ez a fal itt, ez tetszik. Jó, és akkor igazából ott, aha, jó, gyerek. És ugye lehetne egy kiáratom a házba majd. Ó, morehet, ez nagyon jó. Vagy pedig ide. Ide. Ez melyik, várja, arra van, kelet. És akkor arra van nyugat, és ott fog lemenni a nap, tehát itt ezt meg fogja világítani legtovább. Úgyhogy ez lesz nekünk, jó, várjál! Fú, izé kellene nekem, nem tudom, hogy fogom tudni, be tudom magam fúrni ide? Izét kéne stone... Milyen ilyet valószínűleg kéne csinálni, nem tudom, hogy ezt hogy fogom fejleszteni, egyelőre éjszakára legyen meg a hülye madár. Jó, itt vannak madarak, mindegy. Na várjál, ide kellene nekem csinálnom egy izét. De gyerekek, ez előbb-utóbb be fog támadni ez a madár. Várj, a fákját felrakom a falra. Nem kell ide. Jó, még a izé is nem. Hú, ez nagyon izgi. Ez nagyon izgi. Várj, ide lerakom a fákját. Úgy. Csak amellé lesz. Ide befúrom magam, gyerekek. Ez lesz nekem a jó. Ha! Ez a tipikus izé, nem? Bunkerbe járat. Te figyeld, az jön. De ezt honnan lehet tudni, hogy ezt támadni akar-e vagy nem? Mert igazából itt röpköd, mint az őrül. De várja, van íjam. Hülye vagy keeper? Miért nem íjászkodsz? Szedd le már azt a madarat. Nem fogom tudni leszedni 100 lövésből is, az a baj. Úgyhogy ezt nem kellene elcsinálni. Gyerekek, ezek jönnek rám, nem jó. Nem jó. Olyan. Csinálnom kéne a dolgot, mert tökör észre a keeper. Hát ne legyél hülye. Várja, lerakom ide a izémet, hálózsákomat. Hogy izé, hogy ha meghalok, itt születek újra, elvileg. Ott meg van egy zombi, ami nem jó, és három darab. Jó, ne tökölj, keeper. Ide, nem ásó kellene? Hol az ásó? Hol van? Itt kéne lenni az ásó. Borzalmasan idegesítőek ezek a lányok. Hol az ásó, gyerekek? Ez az ásó? Nem, ez... Bazd meg, ne nézzél, jön rám. Ez rettentően idegesítőek. Na várja, hol az ásó? Az mi is? Itt van-e? Borzalmas, hogy itt repkednek. Nem hiszem, hogy ásóval kell, csak egy... Ja, csákánnyal kellene, mi passz? Ah. Nem, ezzel, jó, ezzel tudom. A wood frame-et meg is tud... Hopp. Ha itt már nem. Jó, wood frame kellene. Ugye azt, úgyis azt akar. Mennyi izé? Hányat akar csináltatni velem? Egyet, jó. Csináljuk meg. Jó, és akkor lerakom, és akkor megy tovább a küldetés közben. Bocsánat, gyerekek. Tökörésze is van, de nagyon izé van. Igen, és akkor... Igen, fel kell upgrade-elnem, azt akarja. Jó, oké, megvan, megtörtént az esemény. Nekem ez most ide nem kell, úgyhogy ezt innen kiverem. Campfire-t akar csináltatni velem, ott rohadjon meg, várjatok. Lehet izé, módosítás? Ne szórakozz. Van olyan, hogy módosítás, beszart. Dél van és nem vagyok boldog, nem vagyok boldog.
az bazeg. Nem vagyok boldog. Á, jön ez a hülye. Köven van, az biztos annyi, mint a sár. Itt egy ilyen menedzser. Ne mondd! Ne mondd, hogy fejbe... Gyerekek, esküszöm, nem állítottam semmit, defaulton játszom. Mi volt ez? Mi volt ez? Hát ez nem lesz egyszerű egyébként, most rájöttem. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű. 12 óra 11. Este 8-ig végeznem kell valamivel. Hát ez nem lesz jó, várjon. Nézzét, nem tudok. De tudok egy ajtót, jó. Kraftoljunk egy ajtót, more. Jó, ez nem lesz egyszerű. Nincsen lámpám, nincs. Miért lenne mi? Nem tudok rakni valami pontot valamire, várj, állj, állj. Szóval, mi ez? Fú, gyerekek, ezt át kell nézni morre. Izé kellene, ami... Sniper, ú, te fiú. Jó, várj, ezt... Nem, az a baj, hogy igazából minden lehúzod az időt, mint az őrült, úgyhogy nem szabad. Mert nincsen más, Szóval ez az egyfajta van. De várj, nem ex kellene, de az. Ó, gyerekek. Nem húzhatom az időt, bocs, tudom, hogy ez nem lesz izgi. Jó, váltunk. Nem lesz izgi, de muszáj, muszáj. Lehet, hogy elmegyünk éjszaka, majd megnézzük, hogy miket tudunk csinálni. Éjszakára be kell fúrnom magam. Egyébként ez egy marha jó hely, nagyon tetszik. Nagyon jó, nagyon jó. Igazi, igazi bunker stílus. Azért nem beszélek egyébként, mert idegesít az, hogy lehet, hogy hangos az audio. Úgyhogy egy kicsit bocsi, mert nem, nagyon félek tőle, bocsássatok meg, nagyon félek tőle, hogy hangos lesz. Egyébként, na, azt akartam mondani, hogy néztem egy ilyen dokumentumfilmet, ugye mondtam, ilyen bunkerekről baromi jó volt. Azt akarom, nagyon gyorsan legyen benne az ajtó, mert félek itt mögöttem, jaj, te fiúk. Várjál már. Ezt bejebb tudom vinni, ugye? Oké. Okay. Ugye fölcsapom. Úgy. Ajtó. Kellene az ajtó. Várjátok, igazából az ajtó úgy lenne jó, ugye? Na mindegy, egyelőre így rakom az ajtót. Na ugye nem így lenne jó. Így rakjuk az ajtót. Egyelőre ez van, ez lesz, ahol lakunk. Ez lesz. Úgy. Kicsit majd felupgrade-elem természetesen, ha tudom. Megpróbálok beljebb fúrni. És csinálok egy második belső ajtót is. Első nap azzal fog telni, meg kell csinálni a bunker alapjait. Várjátok gyerekek, ezeket izének kellene javítanom, ugye nem kellene elcsöszti. Majd utána megnézem, hogy lehet, mik vannak itt gyerekek, mert ugye van itt különböző projekt, hogy módosítás, gondolom lehet rá, lehet szerelni dolgokat. Be kell hoznom az ágyamat, ne felejtsétek el. Van egy csomó XP, gondolom az XP-ből gazdálkodhatok majd. Hú, nagyon, egyébként megmondom őszintén, és ezt most halál komolyan mondom, hogy nagyon imádom, amikor egy játékról fogalmam sincs, hogy mi van. Mert
igazából az a legizgalmasabb, nem az, amikor már szarrá játszod és tudsz róla mindent. Tegyek, nagyon jó, és így pont ide fog sütni a nap. Ja, és az a ház, oda a házban mindenképp egy olyan dolgot akarok. Lehet, hogy ezt a házat megcsinálom olyan kis rezidenciának, de mindenképp egy olyan, hogy egy föld alatti alagútat, és hogy ott is ki tudjak jönni, ha éppen támadnak a zombik, érted? Nagyon jó. Ha! Imádom! Jaj, de jó, köszönöm szépen Fábián Zsoltnak is például, hogy rávett arra, hogy játszok, mert mondtam neki, kicsit félek tőle. Egyébként mitől gyógyulunk? Automate? Automatic? Nagyon-nagyon aggódok, hogy jó legyen a hang meg minden. Ugye ez a tipikus olyan játék, hogy ezt nem tudod. Ezzel nincs az, hogy elmentem és akkor folytatom és akkor újra kezdem, ha elrontottam. Itt az van, ami van. Itt hogyha, ha megdög lesz, megdög lesz. Itt nincs az, hogy nincs mentés. Hanem, hogy ha kilépsz, akkor ment. Úgyhogy nagyon érdekes. Úgyhogy azért is nagyon sokat lehet vele szívni, mint videós, mivel hogyha véletlenül egy felvétel eltűnik, akkor nem tudod visszatölteni, és nem tudsz újra kezdeni. Itt mindenkinek, például most nem lenne hangfelvéve, vagy rossz lenne a hang, akkor ugye sajnos úgy kell feltöltenem a videót, mert nincs lehetőség arra, hogy újra kezdjem egy bizonyos mentéstől. Ah. Jó, és még mindig egyes szintűek ezek a rohadt vizéke, nem maguktól fejlődtek. Mert régebben úgy volt ugye, hogy készítetted, akkor egyre jobb dolgokat tudtál csinálni, de nem. Úgy látom, és szerintem maga a karakterem sem fejlődik, egy fikasznyit se. Viszont kövem az lesz annyi, mint az állat. Nem tudom, kőblokkot tudok-e csinálni, mert akkor az ajtó körül meg tudnám csinálni ugye egy ilyen folyosószerű bejáratot. Úgy. Nagyon jó. Unlock. Ezt nem tudom felupgrade-elni? Nem. Nincs fa kellene hozzá, és nincs valami. Jó, nem baj. Nem baj, gyerekek. Ugye éjszaka tudok dolgozni a kis bunkeremen, úgyhogy az jó lesz. Lehet, hogy kicsit körül kellene néznem ott a ház környékén, hogy nincs-e kaja vagy pia, vagy nehogy éhen veszek, vagy bármi. Itt a házban legalább benéznék, és ugye van egy falu, meg van egy benzinkút a közelben, úgyhogy marha jó lesz. Imádom. Ugye azt hiszem a hetedik nap jön ugye a zombi horda, addig kell egy olyan védelmet, amik mindenképpen megtalál, ugye addig kell egy olyan védelmet kialakítanod, hogy ott az biztos, hogy túlél, mert különben ott megdög lesz, szétverik a bázisodat minden, viszont addig ugye valószínűleg el tudsz bújni éjszakánként, akár olyan helyen is, ahol júj, és spónolnak most már a zombik, ugye alvó zombik vannak épületekben, ha jól emlékszem. Ez is egy atomió dolog. Jó van, gyerekek. Hát itt már én egyébként el tudnék hédelezni. Még egy kicsit bejebb megyek, azt utána ottan kialakítok egy belső részt. Ó, hát már megint tökre mentek ezek a csúzlik. Mi volt ez, baz? Azt hittem, kifagy a játékban. Ú, de megijedtem. És tök jó, nem kell kivenni, akkor is tudok javítani. Nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Úgy is tudod javítani, hogy nem veszed ki az inventory-ból. Vagyis nem az inventory-ból, hanem ugye onnan az övedről. Még körül kellene néznem, nagyon lehet kimegyek, körül sassantok gyerekek, és éjszaka inkább tudok bányászni. Annyit majd írjatok meg, hogy az ilyen éjszakai benetek, amikor csak faragok, bányázok, az is fel legyen a vélve. Vágni nem akarom ezeket a videókat, mert ez tényleg szerintem úgy érdekes, hogy ugye itt van tétje minden egyes mozdulatodnak. Szerintem az éjszakát is fel fogom venni. Lehet, hogy úgy lesz, hogy akkor veszünk fel egy mondjuk 7-től 7-ig nappal. 7-től igen, reggel 7-től este 7-ig nappal, és akkor egy este 7-től, és akkor mindig úgy mennének, jó? Itt szólnátok, hogy legyen valami rendszerre. Ó, ez jó, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Hát egyelőre ugye kialakítunk egy olyan kis bázist magunknak, ahol túl tudunk élni. Ahol legyen egy olyan hely, ahol tényleg tudunk élni. Utána majd nagyobb szabású dolgokat is meg tudunk valósítani. De először legyen egy szuper kis bázisunk. Ilyen tipikus, ugye kell minden, most figyeljetek, nekem szerintem mindenképp egy olyan rendszert kell kialakítanom, ami tipikál. Hát, egy föld alatti bunker. Ugye alvóhely, tároló rekeszek, minden. Kivegyünk gyerekek, még tudunk még egy pár órán keresztül nézelődni ott kint, jó? Hogy ne csak a bányászás legyen. Behozom az ágyamat mindenképpen most. El fogok feledkezni róla.
Bejelviszem ezt. Ajtó mindenképp legyen mindig bezárva, mert legalább észreveszem, hogyha támadást ér. Ugye, az fontos. Jó, ezt oda rakom, és az ágyamat meg elé. Úgy. Gyerekek, kifeküdtük a izét, kifeküdtük a dolgokat, jó. Oké, így. Jó volt ez a hörgés. Gyerekek, van már 1000 kövünk, nagyon jó. Egyébként az tök jó. Jó, ezt ide rakom, azt akkor itt föl tudok kelni, ha úgy van. Várjál. Nem szereti? Na, így jó. Ezt körülnézek, jó? Pillantás, gyerekek, pillantás. Kraftolhatnánk ezért íjat, nem tudok. Ugye sajnos. Stone arrow. Nincs. Nincsen basszus. Nem tudok kraftolni. Jó, mindegy. Annyi kellene. Olyan, mint valami hörgés lenne. Milyen hörgés? Na jó, bemegyünk gyerekek. Jó, szizé van. Hopsz, zárvó. Oh, basszus, leszakad. Van ilyen? Víz volt, jó. Hoppa. Aha. Itt izé volt, zombi van benne. Sajnos ugye elképzelhető, hogy vannak lakók. Ott versz szét valamit halani a zombi. Egyébként ez valóban egy benzin, ott egy benzinkút. Valami nagyon tombol. Ja, találok néhány dolgot, de igazából most ezek annyira nem pontosak nekem. Nekik itt durva dolgok történhettek annó valamikor. Nem is olyan régen lehet. Hát ezt a zombit szét kéne ütnem, azt megnézni, hogy mi van itt bent. Hoppa. Meg óvatosan, mert úgy látom, hogy itt... Az igen. Ez itt... Vannak bajok a... Jó, messze el lehet ütni. Régebben érzem, hogy ezt nem lehetett ennyire. Gyere, barátom. Te ezt jól megnőttél. Fejre kéne mi? Aha, ez lehet, hogy jobban bírja ez a zombi. Hoppa. Ott egy vaddisznó. Jó, ez megmordult. Egyébként érdekes, nem lehet őket lootolni. Régebben nem lehetett lootolni őket. Nem már. Ezt a házat meg akartam nézni, de úgy látom, hogy... Úgy látom, hogy meg akartam ezt a házat nézni, de úgy látom, mások nem akarják, hogy megnézzem. A hit jöttem be ezelőtt. Figyelj, széket föl lehet venni, beszarsz, tök jó. Jó, van kaja. Érdemes volt bejönni, gyerekek. Ez nem tudom mi, ez ólom? Körülnézünk gyorsan. Kilutolunk mindent. De erre is megnézzük, mi ez fürdő. Hosszos víz, ugye? Vagy mi volt az? Pisi? Nem tudom egyébként. Hopp, micsoda arc. Micsoda arckép. Ennek több zombik nincs. Itt egy ágy. Meg talán ott van valami. Ah, volt itt minden. Tök jó. Jó van, gyerekek. Hol lakunk mi? Várj-e. Teljesen jó. Igazából sok minden nem volt ebben a házban, de azért elég néhány hasznos dolog. Gal bővült a repertoárunk. Jó, nekem ez tök jó. Ennek örülök. Ez mi? Mi az a faslapot?
Kicsit itt a szemétbe turkálok, nem tudom, hogy hány napra van állítva, egyébként teljes... Tényleg megpróbáltam azt csinálni, hogy nem most én nem könnyítek a dolgokon. Tök defaultra van állítva minden, úgyhogy erre lehet számítani. Majd. Hogy aki ismeri a játékot, azt tudja, hogy akkor a defaulton akkor ennyire... Így fognak jönni a zombik, így fog, ilyen eresek lesznek, ez fog történni. Egyébként a játékot mindenkinek ajánlom, mint multiba, mint pedig single playerbe baromi jó, nagyon összetett. Tényleg olyan szinten összetett, hogy szerintem egy több mint egy Minecraft mindenképpen. Grafikai szempontból mindenképp, meg ott is van egy épület. Gyerekek, nagyon... Jaj, ne, már megint keeper a izék, kaktuszok. Egyébként rengeteg épület van, azt nézem. Az egy kávézó és benzinkút, azt megnézném azért, gyerekek. Csak az a baj, hogy ugye még nem nagyon vagyunk felkészültek. Mi kellene a izéhez, az nyílhoz? Te hol a rákban vannak a nyílak? Várjál. Mi a neve ennek, ami nekem van nyíl? Vesző. Stone. De most honnan van nekem stone? És honnan van nekem stone? Arról. Mi kell hozzá? Ja, kő, deszka, és mi nincsen? Tollam. Ja, tollam. Aha. Akkor igazából, ja. Az a leg... Meg néhány izét is fel kéne vágnom, fát. Beszélek össze-vissza, de nagyon izgulok egyébként. Az mi? Ja? Ki kéne vágnom néhány fát is majd, de ebből nagyon kevés közel jön. Ja, megint googolok egyébként, és googolva marad. Oppa, egy kicsit túl vagyunk terhelve, more. Hát az mi? Kész, hogy túl vagyunk terhelve. Ja, ide is tud pakolni, csak akkor túl terhelve lesz a csávó. Várjunk csak, ezeket le kéne szkrepelni, nem? Ez mi? Jó. Szkrepeljük le a dolgokat. Ez mi ez? Ez koszos víz. Ez mi? Lead. Ez mi ez? Az mi is? Az... Tudom, már megrejtettem. Agyag, nem? Ez vagy francokat, mi majd rögtök. Ja. Egyébként itt megy az út. Kizét nem látok. Hogy is hívják ott? Toll kellene. Ah, nem lehet észrevenni az a területen. Az a baj. 3-6 darab tollat találtam. Csináltam, majdnem azt mondtam, csináltam. Hülyen vagy. Egyébként tényleg az a baj, hogy nem lehet észrevenni. Egy havas helyen tök észrevehetőek ezek a madár feckák. Féckák, ott is egy fécek, aztán nem veszel észre. Az árnyékok meg tök jó, jó lett a grafika egyébként, jó tett ennek a játéknak a változás. Szép lett, jó lett. Jó is lett, azt majd meglátjuk, de szép meg szép lett. Fécek? Nem látsz féceket? Mi ez? Táska. Ő, mi ez? Izé, kalapács, jóféle biztos. Egyébként egyre jobban túl vagyunk terhelve, amit biztos nem tesz jót nekünk, de hát... Most egyelőre várjatok, nem baj. Megnézzük, ahol kutya is van, ugye? Kutyák is előfordulhatnak, úgymond. Lehet, nem kéne kinyíratnunk magam az első napon, úgyhogy óvatosan körülnézzük, mi van itt. Ez egy izé. Ez egy ilyen kajálda, meg ilyen megálló. Ez mi? Ez mit? Mit ad ez, gyerekek? Mi ez? Iron. Ez egy gyakorlatilag így van most már vas. Érdekes. Jó. Mindegy, megyünk inkább, befejezzük a izénket, lakóhelyünket, úgymond befejezni nem fogjuk majd 100 rész múlva se, csak folytatjuk inkább, azt mondom. Egyébként szépen fut a játék, jó. Úgy látom, már jól van optimalizálva. Az én kis... Az mi az? Zombi. Mi lenne más? Jó, izét kéne nyilvesszőt készíteni. Ez mi ez? Ja, olyat is tudnék, de olyan nem kell. 14, jó. Az úgy már leszek. Oké, gyerekek. Jó. Szerintem teljesen jó vagyunk. Ja, azt akartam mondani, hogy itt, ugye itt, ide fog sütni a nap, de lehet, hogy árnyékot vett maga az az épület. Nézzük. Hát... Lehet, nem baj. Jó, oké. Akkor gyerekek, 7 óra van. Akkor eddig tartott szerintem az első rész.
Mondjatok véleményt, akarjátok-e vagy nem egyáltalán, vagy bármit, bármit, mindent írjatok, mert gyakorlatilag mint egy újszülött csecsemő olyan szinten vagyok ezzel a játékkal most, úgyhogy meg tudjátok mondani, tudtok segíteni ti is, hogy ezt hogy gondoljuk, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy egyébként befúrom magam ebbe az izébe, sziklába. Igaz, hogy homokkő valószínű. Tehát nem egy olyan túl... Nem, nem, ez nem homokkő, mert ugye akkor homokotosodott volna, hogy most már nem úgy van. Ja, várjatok, az a baj, hogy... Nem. Minden is megközelíthető. Azt nézem, hogy igazából nem tudok olyan nagyon befúrni. Nem tudok olyan nagyon befúrni, mert hátulról is megközelíthető lesz az izébe. Úgyhogy itt ez valószínűleg ez máshogy fogom megvalósítani. Lehet, hogy úgy lesz megvalósítva, hogy befúrok középig, ott lesz egy... Lesz egy... Izé, egy lépcső lefele esetleg. Valami csiga lépcsőt is megcsinálhatnánk az is. Vagy pedig maga egy akna. Nincs lift a játékban már? Na mindegy gyerekek. Vagy pedig föl is mehetnék, és itt lehetne egy üveges rész. Az mit szólnátok, hogyha ebbe magába belsejébe csinálnék egy ilyen... Egy ilyen rejtett bunker, ami benne lenne a sziklába, és itt lenne mondjuk egy ilyen terasz, egy ilyen üveges terasz. Na úgy ezt élném. Na, jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Hú, mindjárt jön az éjszaka. Nem tudom, mondjuk lehet, hogy 10 órakor szúrtak a zombik, én meg itt még máma most parázok, de jobb félni, mint megjegyni. Várjatok, ezt a fákját átrakom innen. Nehogy utálom, hogy nem oda rakja, ahova te akarod. Rakhatnál ide, ugye? Ide fölcsapjuk, ide mögénk a... Úgy, aztán akkor mégis látunk. Ja, itt elkezdem szerintem az oknának a kialakítását, már aztán akkor itt lesz az első kis lakunk. Na, köszönöm szépen a figyelmet srácok, aztán jók legyetek, és írjatok kommenteket. Sziasztok!